Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez itt a Szertár. Ahogy az előző videóban ígértem, ez most egy kérdezfelelek videó lesz. Ez egy olyan dolog, amit nagyon régóta kértetek már, de eddig valahogy soha nem álltam kötélnek. Rengeteg kérdés érkezett, szűrnöm kellett valamilyen szempontból, de hogy ne legyen igazságtalanság, ezért úgy gondoltam, hogy ami hasonló témában van, azokat egyberakom, ami pedig arról szólt, hogy egy ember sok kérdést tett fel, azokat különbettem. Ezek közül sorsoltam 10-et. És hogy biztos, hogy igazságos legyen, ezért egy véletlen szemgenerátort használtam, méghozzá olyat, ami atmoszférikus zajra épít, tehát egész biztos, hogy véletlenszerűek lesznek a kérdések. Na jó, de hogy lássátok, hogy milyen jó fej vagyok, ezért lesz egy bónusz kérdés is, méghozzá olyan, ami nem sorsolás eredménye, mondjuk azért, mert ez kifejezetten az előző videó témájához kapcsolódott. Ha a cserélhető objektíves fényképezőt szedsz szét, abban hol vannak a lencsék? Ott a pont, abban nyilván sehol, de erre azért többen is rájöttetek. Például Szabostól kaptam képeket, aki cserélhető objektívet tett a telefonja elé, és úgy vizsgált különböző pénzeket. Előbb egy 5000-est, majd pedig egy 1 dollárost. Mondjuk remélem nem arról van szó, hogy 5000-ért vett 1 dollárt, mert akkor nagyon átvágták a pénzváltóban. Melyik a kedvenc kísérleted? Nincs kifejezetten kedvenc kísérletem. Azokat szeretem, amelyek vagy elgondolkodtatnak, vagy valamilyen meglepő eredménnyel járnak. Vagy hogyha előadásokról van szó, akkor azokat, amelyek nagyon beleillenek valamelyik tematikába, és jól alátámasztják azt, amit beszeretnék mutatni. Olyan kísérlet egyébként van, amit nagyon gyűlölök. Például az, amikor a főtt tojást beszippantja a lombik. Szerintem biztos ismeritek, hogy melyikről van szó. Azt például gyűlölöm, ne kérdezzétek, hogy miért. Mit gondolsz, miért van az, hogy Magyarország ennyire le van maradva a természettudományos tantárgyak vonatkozásában más uniós, főként nyugat-európai országoktól? Illetve mi a véleményed a PISA-tesztről és annak eredményéről? Ezekre a kérdésekre csak azért nem válaszolok, mert lényegében az egész e-heti podcast adásunk e körül a témakör körül forog. Egy szakértő segítségével beszélgettünk mindenféle politikai felhang nélkül arról, hogy mitől jó az oktatás, mitől rossz az oktatás. Különböző példákat néztünk szerte Európában, megnéztük, hogy az egyes országok hogyan kezelik azt, amikor a PISA-teszten rosszabbul teljesítenek, mint korábban, és megnéztük, hogy ebből hogy próbálnak kievickelni, nagyon gyakran sikerrel. Szerintem egy tanulságos beszélgetés volt, úgyhogy iratkozzatok fel a podcastünkre, bármelyik okostelefonos alkalmazást használhatjátok hozzá. Én androidos vagyok, podcast addictet használok, de tényleg bármelyikbe beírjátok, hogy Szertár ki fogja adni. Mennyi feliratkozó a cél? Nincsen egy meghatározott célszámom, legalábbis a feliratkozók száma az nekem nem egy ilyen minőségi követelmény, hogy attól jobb lesz a csatornám, hogyha többen nézitek. Nyilván valamilyen szinten visszajelzés, de elsődlegesen nem erre számítok. Én nagyon szívesen csinálok videót akár 500 embernek is, vagy 50 ezernek, vagy 500 ezernek. De nézzük ezt a kérdést inkább egy másik szemszögből, abból, hogy mennyi lehet reálisan a feliratkozók száma. Nyilván mondhatnám azt, hogy 50 milliárd a cél. Egész ambiciózus vállalás lenne, de hát érezzük, hogy ennek nincs sok realitása, tekintettel arra, hogy még a Földön sem él ennyi ember. Úgyhogy leszűkíthetjük arra, hogy nagyjából 13 millió magyarul beszélő ember van, de még ezzel sem vagyunk közelebb a megoldáshoz. Különböző felméréseket összevetve úgy becsülöm, hogy ezen belül nagyjából 80% lehet az internet felhasználók aránya. Ez úgy jött kisúlyozva, hogy Magyarországon és Szlovákiában valamivel magasabb, Romániában és Szerbiában valamivel alacsonyabb, tehát a 80% az egy jó közelítő értéknek számít. Különböző felméréseket összevetve a régióban az látszik, hogy az internet használóknak körülbelül 55%-a az, aki valamilyen rendszerességgel használja a YouTube-ot. Ezzel nyilván tovább csökkent a potenciálisan elérhető szám, nagyjából 5.720.000-re. Igaz egy másik témában, de egy tudománykommunikációs szakértőtől úgy hallottam, hogy optimista becslések szerint 10, pessimista becslések szerint pedig az embereknek az 5%-a az, aki érdeklődik a természettudományos ismeretterjesztő tartalmak iránt Magyarországon. Ezt mondjuk általánosíthatom úgy az egész régióra. Közelítő becslésnek mondjuk nézzük a középértéket. Ez azt jelenti, hogy 429.000 emberről beszélünk. A 429.000 tehát egyfajta reális felső plafon.
Ez persze egy csomó tényező módosíthatja. Lefelé az, hogy mondjuk nem mindenki érdeklődik az iránt a tartalom iránt, amelyet én állítok elő, viszonylag szűk a célcsoportom, stb. Stb. Felfelé pedig az nyomhatja, hogy mondjuk az internet felhasználók és a YouTube nézők körében lehet, hogy felülreprezentáltak azok, akik mondjuk érdeklődnek a tudományos tartalmak iránt. Persze ez sokáig lehetne tovább finomítani. Ez a 429 ezres határ nyilván egy nagyon-nagyon durva beslés, körülbelül 15 percet szántam arra, hogy ennek egy kicsit bővebben utána járjak. Nyilván rengeteg helyen bele lehet kötni, de ezzel csak egy szemléletet szerettem volna adni, hogyha tényleg meg szeretném határozni azt, hogy hány követőm lehetne, akkor valamilyen ilyesmi útvonalon indulnék el, még ha ez nagyon változatos is volt. Ha nagyon pontosan szeretném meghatározni, ezt nyilván tovább lehetne finomítani. Innentől kezdve ez már csak módszertan, idő és pénz kérdése. Terjeng egy teória, hogy meleg vagy. Ez igaz? Az a helyzet, hogy ez igaz, valóban terjeng, én is találkoztam vele már az interneten. Fogsz még valamikor az ELTE atomcsill előadásokon kísérletet bemutatni, vagy esetleg egész előadást tartani? Ez volt az egyik kedvenc kérdésem, úgyhogy nagyon örülök, hogy dobta a gép. Az atomoktól a csillagokig ott az ELTE fizikai intézete szervezi, és szerintem egy zseniálisan jó programsorozat középiskolásoknak. Valóban volt olyan régen, hogy beugrottam egy kollégám Berzi Zoli helyett kísérletbemutatókat tartani, de ez nagyon-nagyon régen volt, és nem hiszem, hogy a közeljövőben erre újra sor fog kerülni. De a neten egyébként meg szoktam nézni az előadásokhoz kapcsolódó kísérleti demonstrációkat. Ezeket többnyire Jenei Péter és Vas Miklós tartják, nagyon-nagyon jó előadók mindketten, már csak azért is, mert egy nagyon jó háttéranyaguk van hozzá, úgyhogy mindenkinek ajánlom a figyelmébe, a linket be fogom tenni a videó alá. Mi a kedvenc kajád, és mi az, amit az Istenért sem ennél meg? Nyilvánvalóan a lisztkukac, vagyis a Tenebrio molitor lárvája. Az is finom persze, de a viccet félretéve nekem nagyon változatos a kaja ízlésem. Nagyon szeretek főzni, nagyon sokat kísérletezek a konyhában, és ezek a kísérletek többnyire jól sülnek el. Vagyis jól sülnek meg. Olyan, amit semmi pénzért nem ennék meg, szerintem nincsen. Leszámítva mondjuk a kávét, ha ez kajának számít egyáltalán. Soha nem is ittam, és soha nem is fogok inni, a szagától is rosszul vagyok. Komolyan, úgyhogy kávéval soha ne kínáljon senki. Volt már olyan videó ötleted, amit annyiszor leforgattál, hogy úgy álltál hozzá, hogy hagyjuk a p***ba és nem lesz semmi az ötletből? Volt már olyan videód, ami nem sikerült jól, ezért nem raktad fel a YouTube-ra? Nem, még azt is felraktam, ami rosszul sikerült. Olyan persze már volt, hogy vágás közben elegem lett az egészből, de akkor is felraktam, ha már ennyit szenvedtem vele. A pálinkát bírod, és milyen hamar lehet leítatni? Egy ilyen smiley-val. Az a helyzet, hogy nagyon ritkán iszom alkoholt, szerintem fél évente, negyed évente egyszer, akkor is nagyon keveset, és töményet soha. Ennek megfelelően a szervezetem nem igazán van felkészülve arra, hogy nagyon masszív mennyiségben termeljen alkoholdehidrogenázokat. Magyarra fordítva valószínűleg igen, igen hamar le lehetne itatni. Milyen iskolákat végeztél? Általános iskolába kettőbe is jártam, mind a kettőben Miskolcon. Bár ha hozzávesszük azt, hogy a 6. osztály első 1-1,5 hónapjában egy németországi suliba jártam, akkor 3 általános iskolám volt. Középiskolába szintén Miskolcon jártam, az Avasi gimnáziumba, utána pedig jöttek az egyetemek. Az első diplomám a Budapesti Corvinus Egyetemről származik, kertészmérnök lettem, illetve ugyanitt egy szakfordítói képzést is elvégeztem, és a doktori fokozatomat is a Corvinuson szereztem molekuláris biológiához kapcsolódó területen, majd pedig, illetve ezekkel párhuzamosan elvégeztem a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karán a jogász szakot, tehát elvileg két okból is bemutatkozhatnék úgy, hogy Dr. Zsíros László Róbert vagyok, de ha egyszer így hallotok bemutatkozni, vágjatok pofán nyugodtan. Ez egy kérdezfelelek videó? Ó igen, az volt! A kérdésekből és a válaszokból ennyi fért ebbe a videóba, de ígérem, hogy a többi közül is fogok majd szemezgetni a közeljövőben, valamikor a két ünnep között. Igaz, azt már nem erre a csatornára fogom feltölteni, hanem a saját személyes csatornámra. Ennek egész egyszerűen az az oka, hogy a szertárt szeretném megtartani annak, ami eddig is volt. Tehát kísérletes, barkácsolós, felfedezős videók lesznek rajta továbbra is. A saját csatornámon pedig lesznek személyesebb tartalmak, illetve olyan dolgok, amelyek megmutatják, hogy hogyan működik a természettudományos gondolkodás, milyen háttér dolgok mozognak a tudományos kommunikációban, és hasonló dolgok. Tehát ha az is érdekel titeket, akkor iratkozzatok fel a személyes csatornámra, a videó jön rövidesen ott. Egyébként pedig kövessétek a szertárt továbbra is. Sziasztok! Ja, és boldog karácsony! Sziasztok!